ez a 25. évfordulója annak, hogy az ásatás, hogy ásatások folynak egyáltalán Lusszóniumban. Ugye az első feltárási munkátok 1969-ben kezdődtek meg, itt az előd, ez az erőd előtti részen, ahol az erődöt körülvevő polgári településnek egy házát tárták fel Visiszot professzor úr vezetésével az akkori régészek, és itt került elő az a katonai diploma pár, ami alapján már bizonyosra lehetett tenni, hogy az antik forrásokban is ismert Lusszónium az itt helyezkedik a dunakömlődi Botjásánc tetején. Ez volt a kezdet Lusszóniumban, majd három esztendő múltán ismét visszatértek a régészek a területre, és tovább folytatták az ásatásokat, illetve idővel az önkormányzat is bekapcsolódott a munkába. A terület nyári feltárási munkáit az elmúlt három évben egy uniós forrásból finanszírozott pályázat keretében a Szokottnál hosszabb ideig végezhették, illetve számos más eredményt is hozott ez a projekt, amelyet nemzetközi konferenciával zártak sikeresen. Az a tematika, amit kitaláltunk erre a konferenciára, tehát hogy régészeti parkok külföldön, Magyarországon és Lusszónium nagyon bevált. Egy nagyon jó logikai sort adtak ki végül is az előadások, amit azért előre nem lehetett látni, és nagyon színvonalas előadásokat kaptunk. Szinte mindegyik külföldi kollega nagyon komolyan vette a felkérést, hiszen ők kaptak egy felkérő levelet a tematikával megjegyezve, és rendkívül színvonalas és olyan előadásokat tartottak, amelyből valóban mi is tanulhattunk, de egymástól is vettek információt, és egy nagyon érdemleges vita is kialakult a tegnapi nap végén. Másrészt pedig most nyílt először lehetőség arra igazán, hogy Lusszóniumot a magyarországi és a nemzetközi szakma előtt teljes egészében bemutassuk. A három éves nemzetközi együttműködésben megvalósult pályázat végső célja, hogy a római kori Duna-Limes vonal közép-európai szakaszát, mint az európai kulturális örökség részét képező régészeti emléket jelölje az UNESCO világörökségi listára. Mint azt a konferencián megtudtuk, hamarosan világörökségről szóló törvényt hoznak Magyarországon. A világörökségről szóló törvénnyel Magyarország az 5. ország lesz a világon, aki ilyen törvénnyel fog rendelkezni, és ez úgy néz ki, hogy június végéig vagy július közepéig elfogadásra kerül. Ez megteremti azokat a törvényi kereteket, hogy a védelem az megfelelő szilárd talajon álljon. Most nem Paksra hoznám a példát, engedje meg, de hát csak utalnék a közelmúltba azokra a konfliktusokra, amely a Tokaj-hegyaljai térség és a Szerencsi-égetőmű között kialakult, és veszélyeztette a tokai tájnak ugye a világörökségi védelmét. Ilyen törvényi keretek között, amit Magyarország megalkod, garanciát adunk a világnak, abban az UNESCO-nak jelen esetben, hát az UNESCO-n keresztül a világnak, hogy Magyarország elkötelezett a kulturális örökségek védelmébe, és kész ezért állami intézkedéseket, hatósági közbeavatkozást úgy megtenni, hogy ennek szilárd jogi alapja van. A nemzetközi konferencia mellett a pályázati programban megvalósultak rekonstrukciók, a fogadóépület terve, kertépítészeti terv és az eddig feltárt leletanyag bemutatása, valamint a nyári ásatásokra a megszokottnál hosszabb idő állt a szakemberek rendelkezésére. Idén nyáron is több hétig dolgoznak majd a területen. Építési beruházások tekintetében már vannak távlati tervek. A északi kaputorony környékén, tehát várfaltól délre korábban feltártak területeket, lakóházat, különböző gabonatározókat és egyebeket. Azoknak a bemutatása a következő rész, újra fel kell tárni, mert most vissza van temetve, és egy védőépület, egy bemutató épület. Azon kívül, ahogy jövünk föl Lusszóniumba a kömlődi halászcsárda felől, jobb oldalon egy fogadóépületet szeretnénk építeni, ennek a tervei elkészültek. Ez is részben egy bemutatóterem, részben vendégfogadó, jegyárusító, különböző ajándéktárgyak árusító helye lenne. Ezek a közvetlen terveink, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedekben ad ez a terület elég kutatni valót a következő generációk számára is. Tehát nem látjuk a végét, egy biztos 10-20 éven belül nem fog befejeződni ez az ásatás, ez a feltárás.
A konferencia első napján a már említett tematika szerint szakmai előadásokat hallgattak a résztvevők a Duna Hotelben. Másnap látogattak ki Paks Dunakömlődre Lusszóniumba, ahol délután a nagy közönséget is várták. A programban többek között katonai bemutató, rabszolgavásár és római ételkóstoló volt, valamint egy fotó erejéig római ruhát is ölthettek az érdeklődők. A pályázat évvégén zárul, amely időpontra el kell készíteni a pénzügyi és szakmai jelentést.